baleset, tűzesetek, rákkeltő anyagok, engedély nélküli működés, természetrombolás, magzatkárosító méreganyag a kútvízben, titkolózás, korrupció. Nem, ez nem egy Netflix sorozat, hanem a Gödi Samsung gyár története, ami azonban távolról sem pusztán helyi ügy, számos hasonló beruházás tarkítja az ország térképét, mindez a kreatív kormányzás jegyében, ugyanis akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk. Mi ezzel a gáz? Röviden összefoglaljuk. Tisztelt Gödiek, ma elmondhatjuk az itt élőknek, hogy az önök városának és az itt élő embereknek, családjainknak a jövője biztosítva van. Mi voltunk itt előbb, mi alakítottuk ki itt a normális életünket, és megérkezett hozzá ez a multi, akit ez nem érdekel. A Dunaparton is kellett már kiengedni a rendszerből szennyvizet közvetlenül bele a Dunába. NMP nevű oldószert, ami magzatkárosító hatású. Ez csak elkezdett csillogni a levegő. Párafelhő az van. Az van. Mondják, hogy veszélyes, meg mit tudom én, de... És foltszerűség jelent meg a vizen. Zúg, monotonon, erősen, éjszaka is ugyanezt történik, csak még felerősödik. Hajnalonta ébredünk, sokan az utcában, kialvatlanul mennek dolgozni az emberek, ugyanezt mondják kisgyerekekről is. Egy olyan hang jött, hogy azt hittem leesek az ágyról. Ez az a frekvencia, amivel komolyan mondom, hogy vallatnak bizonyos szolgálatok, embereket a cellájukba ezt a zajt fénnyel együtt adják, és az illető 5 nap múlva beszél, 10 nap múlva meghal. A mérés eredmények alapján ez gyakran 48-50 decibel környékére erősödik fel. Az volt az oka, hogy elköltöztünk, hogy nem akartunk egy ilyen létesítménynek a közvetlen közelébe, 1 kilométeren belüli távolságban voltunk. Amikor nagyon hangos, akkor még itt is halljuk. Valahogy az ingatlanjaink értéke, meg az életminőségünk olyan mértékben romlik, hogy legyenek szívesek egy pertársaság létrehozását kezdeményezni. Ez a gyár lehet, hogy elszennyezte Gödöt. Önöket ez nem izgatja? Szar az egész. Ezek alapján annyit biztosan elmondhatunk, hogy a gödiek jövője nem biztosítva van, hanem tönkretéve. De talán nem elég okosak a gödiek, nem látják át a nagy összefüggéseket, talán nem jól tudják, hogy mi a jó nekik. Hiszen a beruházás felvirágoztatja a települést, amennyi iparűzési adót a Samsung befizet majd, abból akár felhőkarcoló is épülhet majd Gödön. Igen, de nem. Mert a kormány ügyesen átirányította a befolyó adókat megyei szintre, és csak hűséges településeknek juttat majd belőle. Göd városának pedig még a működési költségekre sem futja. És ha megkapjuk az adót, akkor nem lesz mérgezés? Akkor már jó levegőt fogunk szívni. Oké, talán mégsem lesz felhőkarcoló Gödön, de legalább lesznek munkahelyek. Igen, de nem. Mert a gyár dolgozóinak csak a töredéke Gödi. Én voltam jelentkezni ott 3-szor, egyszer nem vettek föl. Oké, talán nem a gödieknek teremt munkahelyet, de legalább más magyaroknak. Igen, de nem. Ugyanis a gyár dolgozóinak csak a fele magyar. Nem csak, hogy Gödi kevés dolgozik a gyárban, gyakorlatilag itt a közelben lévő településekről is kevesen vannak, sőt, magyar is kevés. A szlovákok, ukránok, mindenféle távol-keletiek, kínaiak, koreaiak. Oké, de hát más országok mindezzel együtt örültek volna egy ilyen beruházásnak. Igen, de nem. Ugyanis az EU tiltja a cégek ilyen támogatását, az EU regionális támogatási alapjából nem lehetett volna a Samsungot támogatni. Csalni kellett tehát, hogy az EU meg ne tudja, Gödöt kizárólag a Samsung kedvéért iparosítják. De vannak ennek uniós támogatási hátterei, hogy nem lehet egy ilyen vállalatokat direktbe támogatni, ezért nem lehet az, hogy neki csinálsz valamit, mert akkor te támogattak. Összefoglalva tehát úgy néz ki, hogy még eddig a nyugati ember kényelme az ázsiai proletárok kárára volt lehetséges, végre fordul a kocka, most a magyarok kárára lesz kényelmes Ázsiában. Kínai, japán, koreai üzemeknek a harmadik országbéli lelakodó helyei vagyunk. Nem számít, hogy az emberek meghalnak, nem halnak meg. Már ez nem probléma. Nálunk se probléma az, hogy 1 dolláros maláj nem érdekli őket, hogy meg fog halni. Mi meg még annyira sem. Na jó, de ha ez ilyen gáz, akkor valami következménye csak van a kihágásoknak. Igen, de nem. A hatóságok a Samsungot már 16 alkalommal bírságolták meg, többek között súlyos veszélyeztetés, engedély nélküli működés, tűzvédelmi berendezések hiánya miatt. De a bírságok 150 milliós összegét a cég lazán kifizeti. Összehasonlításképp nézzétek meg, hogyan aránylik egymáshoz a teljes költségvetés, az árbevétel és a befizetett büntetések.
Jellemző, hogy a halálos balesetért járó büntetés összege 3 millió forint volt, amiből még egy használt elektromos autó sem jön neki. Most ez oké, hogy alacsony a büntetés, de ezek szerint a hatóságok mégiscsak felléptek a szabálytalanságok ellen. Igen, de nem. A környezetvédelmi hatóság a tények elegáns figyelmen kívül hagyásával azt állítja, hogy nincs itt semmi látnivaló. A vízügyi hatóság például megfellebbezi azt a bírósági döntést, hogy a méréseket nyilvánosságra kell hozni, mert inkább a titkolózást tartaná járható útnak. Emellett úgy tűnik, hogy rendszeresek a manipulált mérések is. Panasz van, hogy amikor kijönnek mérni, akkor éppen csendes. Oké, lehet, hogy a hatóságokra nem számíthatunk, de akkor végre itt a lehetőség, hogy az ellenzék is tegyen valamit. Igen, de nem. Mert az ellenzék zöld pártostul mindenestül a marakodással van elfoglalva. Remek példa a tevékenységükre, amikor a helyi Momentumos polgármestert megvádolták azzal, hogy összejátszik a Fidesszel, majd a Fidesszel összejátszva kigolyózták. Az ellenzéken belül azon nem értünk egyet, hogy kell-e szabad-e szóba állni a gyárral, vagy nem. Azóta jelentős országos visszhangot kiváltó nagy balhék zajlottak. Az LMP-s önkormányzati képviselő azóta inkább a Samsunggal kíván együttműködni, nem a város polgármesterével. A helyi zöld politikus segédkezett a Samsungnak abban is, hogy olyan vízvizsgálatokat végeztessen a cég, aminek az eredménye aztán nem publikus. Bocsánat, én ez az a pont, amit kezdek kiírni. Láthatóan nincsen meg az a meghatalmazásom. Nem elég ahhoz az önkormányzatiság, hogy ebben tudjak értelemben eljárni. Jó, hát az ellenzék a szokásos, de szerencsére itt a Greenpeace, őket nem köti a helyi politika, hiszen egy nemzetközi szervezet. Igen, de nem. Mert a Greenpeace, ha például felmerül, hogy magzatkárosító oldószer került a kútvízbe, akkor nem a talajban, hanem a levegőben végez méréseket. Hát jó, akkor úgy látszik, hogy senki nem tud tenni semmit, ezekkel a dolgokkal most már együtt kell élnünk. Legfeljebb majd néha lesz egy kisebb baleset, megijed néhány ló, vagy elszomorodik egy-két magzat. De megéri, mert cserébe akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk. Igen, de milyen áron? Tudva levő, hogy a gyárban elektromos autókban használatos akkumulátorokat gyártanak. Megmutatjuk, hogy mi történik egy ilyen akkumulátorral, hogyha kigyullad. Normál esetben futni kell, hogyha elkezd füstölni, de szerencsére elég gyorsan kivitték. Hát vannak ilyen tárolódobozok, amiben sós víz van, ebbe kell belerakni, és akkor elvileg ettől elalszik. Hát ez nem igaz, mert konkrétan kigyulladt a vízbe. Hogyha a szirénák megszólalnak, akkor azonnal be kell menni a ház legkisebb helységébe, mindent hermetikusan be kell zárni, mert hogy fél órán belül halálos is lehet ez a gáz. Ha 4 óra elteltével nem szűnik meg a riasztás, tehát nem sikerült esetleg elhárítani azt a bizonyos katasztrófát, akkor a mindenkinek a legalapvetőbb iratait, gyógyszereit és ilyesmit magával kell vinni. Ja, és hogy mégis hány balesetre számíthatunk évente? Ez szerint a tábla szerint például az évi 3-4 baleset az már annyira jó eredménynek számít, hogy egyenesen büszkeségre adhat okot. Így már érthető, hogy miért építik az ilyen gyárakat, például Amerikában, a sivatagba. De nem is a tűzzel lesz a legnagyobb probléma, hanem a vízzel, pontosabban annak hiányával. És ezzel el is érkeztünk oda, hogy mi a gáz ezzel az egésszel. De egész évben gyakorlatilag mindenhol a világ sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy egyre másra apadnak ki Európa legnagyobb folyói. Nagyon erőforrásigényesek, természeti erőforrásigényesek, vízigényesek. Az összerakásnál van egy olyan fázis, ahol egy pasztát fölkennek és ott leszárítják. És ez vízigényes. Napi 25 ezer köbméter. Ezek az erőforrásoknak nincsenek meg, és már a döntés szakaszában lehetett tudni, hogy a gázfüggőséget, és megérszem mondom, orosz gázfüggőséget növeli. A klímát vizsgálók előrejelzései szerint Magyarország vízigénye a mezőgazdaságban 20-50%-kal fog nőni az elkövetkezendő években. A rendelkezésre álló víz mennyisége pedig 30-60%-kal csökken. Egy ilyen gyár vízigénye néha nagyvárosnyi is lehet. Ez bizony minden létező szempontból sakmatnak hangzik Magyarország számára. Ehhez képest mutatjuk, hogy hány akkumulátorgyár és azt kiszolgáló üzem épült fel, és épül még Magyarországon.
Ezek az üzemek mind kiemelt beruházások, ezért gyorsított eljárásban kapják meg a szükséges engedélyeket. De környezetvédelmi engedélyre a legtöbb esetben nincs is szükségük. A magyar szabályozás szerint ugyanis az akkumulátorgyáraknak nincs jelentős környezeti hatásuk. Összefoglalva tehát elmondható, hogy ami a magyar akkumulátor nagyhatalmi törekvéseket illeti, a rezsicsökkentéshez hasonlóan valójában nem osztogatás, hanem fosztogatás. Próbálni kell elfogadni. Nem tudunk más csinálni. Az én véleményem szerint. Hiába. Hiába teszünk mi akármit.